Sziasztok! Már a Terra Mysticához is megjelent egy automa kiegészítő. Így úgy döntöttem, hogy játszom vele egy egyszemélyes játékot. Már elég sok dolgot elő is készítettem. Külön forduló lapkákra van szükség, és ezek a fordulólapkák úgy működnek majd, hogy megvan határozva, melyik oldalokat kell használni, attól függően, hogy az első három vagy a második három fordulóban kerülnek játékba és ezek alapján az automa majd fixen kap pontokat a fordulók végén, a felső rész pedig a nekem szóló jutalom. Választottam neki egy szint és egy fajt, vagy hát frakciót, ahogy tetszik, ők a druidek lesznek. Van több fajta, tehát számos faj frakció közül lehet választani, és a Teljesen kezdőnek ezt ajánlják, itt a frakciónak a, a, az akciója tulajdonképpen, az egy építkezés, meg kettő pont. Ez ahhoz képest egy kicsit más, építkezik, és a kultista sávokon fog lépkedni. Tehát ez az egyik dolog, amit ki kell választani. A másik, hogy kell egy nehézségi szint, Na most van itt 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös nehézségi szint, ennyi van. Én játszottam már egyet, egyes nehézségi szinten, úgyhogy most nagyon bátran belevágok egy kettes nehézségi szintbe. Ezt fogom tehát kiválasztani. Ez igazából azt határozza majd meg, hogy egyrészt milyen távolságra tud hajózni, másrészt pedig amikor bizonyos képességek ilyen X-et mutatnak a győzelmi pontoknál, akkor az első kettő fordulóban ez nulla pontot jelent, a következő kettő fordulóban egy pontot és egy pontot. Nehezebb szinteken nyilván ez komolyabb, tehát itt már 2-2-3 pont, illetve már rögtön rendelkezik egy hajózással, például négyes es nehézségi szinten. Most felhelyezem az első épületemet, és ez mondjuk legyen itt. Én a swarmling vagyok. Minden kultista sávon az egyes mezőn kezdek, kaptam 20 pénzt, 8 munkást, és ennyi. A különleges képességem az lesz, hogy amikor várost alapítok, akkor három munkást kapok. Egy kicsit ez a mágia sáv is másmilyen a többi frakciós frakcióhoz képest. Kilenccel kezdek itt a kettes rekeszben, és hárommal az egyes rekeszben. És amikor megépítem az erődömet, akkor egy ilyen Nyolc ögletű akcióért egy kunyhómat ilyen kereskedő állomásra építhetem át ingyen. Ez a, az extra, onnantól kezdve, hogy ez megépül. És mi kell nekem még, mi kell nekem még, ja, igen, én leszek a kezdőjátékos, azt kell még tudni, és akkor most lehelyezem az ő két épületét, ahhoz az automakártyáira lesz szükség, és ebből húzok egyet véletlenszerűen, és ez meghatározza, itt lent a balas látszik, hogy DF épületek lesznek, és van egy ilyen kis térképkártya, az meg kell keresem a, az ő terület típusát, és ott a D, illetve F területekre egy-egy kunyhót felrakok, tehát D és F, ide kerülnek ezek az épületek, és ez ennyi is volt az erre kellett visz. Lesznek egy ilyen területi kártyája, ahol meghatározza, hogy az A, illetve a B épületek hova kerülnek majd, illetve hogy melyik épületnek milyen a terület prioritása, tehát mi az, amit korábban terraformál a többihez képest. És még egy dolgot meg kell tennem itt erről a kártyáról. A D épülethez kell raknom egy ilyen manát, ez tulajdonképpen csak jelölés, ez volt az, az épület, ugyanis két helyről indul, ugye? És az egyik épület típus, vagy egyik ö, ilyen terjeszkedési terület, az mind ilyen manás lesz, a másik meg mananélküli. Ez tulajdonképpen néhány kártyánál fontos lesz, hogy melyik ilyen csoportot fogja építeni, felülépíteni, vagy tovább terjeszkedni. Ö, jó, a többi automakártya, most kell nekem a csillaggal jelölt, az egyes, es 2 4-es és 5-ös. Könnyű nehézségi szinten ki kellene venni innen a 3-as jelölésűt, de ezen a 2-es nehézségi szinten mindegyik ilyen csillagozott kezdőkártyára szükség van. A többit meg kell keverni és félre kell tenni, ezekből kell majd húzni a későbbiekben. Ezt valahogy le félre teszem, talán itt még látszani fog. És akkor ezt megpróbálom így ide helyezni. Megpróbálok itt elférni. És ezt az öt kártyát most megkeverem. És az alsó kettőt el kell fordítanom így 90 fokkal. Majd kiderül, hogy miért. Jó, itt hát megpróbálok valahogy elférni. Így. És akkor így. Szerintem ez így talán jó lesz. Jó, és akkor én most lehelyezem a másik épület típusomat is. Hát jó kérdés, mondjuk ide lehetnek közvetlenül szomszédosan. De mondjuk. Megpróbálom ide szomszédosan. Kicsit necces lesz a terjeszkedés, hogyha őt elvágja az utat, mondjuk. De meglátjuk, hogy mit tudunk kezdeni. Ide rakom a második épületemet. Ja, a bónuszlapkákból ötre van szükség. Azokat már kivettem így véletlenszerűen, de most ezeket is megkeverem. És rakok egy sorrendet. Mivel a gyémek a kezdőjátékos, ő választ először, és ő az elsőt viszi el, tehát annyira nem érdekes ez a szám, már igazából csak annyi, hogy lefoglal egyet mindig. Most én választok egyet, és akkor nézzük, hogy mi is lenne jó. Hát jó lenne egy ásás, hogy itt mondjuk rögtön valamit kezdjek ezzel a két területtel. Közben most nézem, vissza, hogy rosszul raktam vissza itt mutogatás közben. Ez a másik oldal kell majd. Jó, lehet, hogy inkább ezt a papot viszem el. Jó, és mindegyikre egy-egy pénz kerül, amit nem választott egyikünk sem. Így. Még rájöttem, azt meg kell tennem, hogy itt a druida két tűz ikon van, tehát ő a második sávról kezd, és azt hiszem, hogy mindent előkészítettem, most már belekezhetek a játékba. Ez egy egyszemélyes játszma lesz, így nem feltétlenül szabálymagyarázó videóról van szó, de azért igyekszem majd mindent közben kommentelni. És hát a teramisztika nem a legegyszerűbb játék összességében, és az automának a kezelése is tartogat kihívásokat, maradjunk annyiban. Úgyhogy. Mm, igyekszem majd hát körültekintően játszani, de azért elég kicsi esélye van, hogy minden teljesen hibátlan lesz. Ezt most nem azért mondom előre, mert hogy már mentegetőznék, hanem egyszerűen tényleg elég sok dologra kell figyelni, és elég könnyen át lehet siklani egy-két dolgon. Bízom benne, hogy minél kevesebb ilyen lesz. Jó, az első fordulóban a bónusz azt mutatja, hogy amikor kereskedelmi, kereskedelmi állomást építek, akkor három győzelmi pontot kapok. Ez az automa számára nem érdekes, neki majd ez lesz érdekes, csak ez a jobb alsó rész. Én kezdem a játszmát, és akkor nézzük az első akciómat. Igazából ez a hét akció lehetőség van, a nyolcadik az a passzolás, úgyhogy bár az is külön akciónak számít, tehát mindenféleképpen sorra kell, hogy kerüljek ahhoz, hogy passzoljak, és ennek jelentőségei van, is van ebben a játékban, tehát fontos a passzolós rész. Építkezhetek, fejleszthetem a, a hajózásomat, az ásási technikámat, felülépíthetek épületeket, papot küldhetek a kultista sávokra, ilyen nyolc mezőket, akár a játéktábláról, akár a saját táblámról, vagy ilyen bónuszlapkáról, vagy ilyen kegylapkáról, és passzolhatok. Tehát ezek az akció lehetőségek. Minden fordulóban úgy kezdődik az egész, hogy van egy bevételfázis, és minden ilyen kéztartós ikon fölötti részt megkapom. Tehát kapok egy papot, azt próbálom meg csinálni, hogy balra rakom azt, ami ténylegesen a rendelkezésemre áll, és itt például ezek a papok nem állnak a rendelkezésemre. Szóval most kapok egy papot, itt a ide berakom, aztán itt kapok négy kockát, minden olyan mező, ami fel van fedve, az bevételt ad itt. Tehát kapok négy kockát. Ez egyébként munkásnak számít. Mindegy. És egyelőre ennyi. Ennyi az összbevételem. Ez később azért majd remélhetőleg kicsit duzzad. Jó, és akkor, és akkor a gyakorlatilag az akciófázis következik. Kezdem is. Én azt hiszem, hogy rögtön azzal kezdem, hogy az ásási technikámat fejlesztem. Mivel van egy papom, itt beadok egy papot, két munkást, tehát két ilyen kockát, és még öt pénzt, és ezzel feljebb ezt a jelölőt itt az ásási technikasávon. Ez azt jelenti, hogy minden ásás, tehát minden olyan terület módosítás, ami egyel közelebb visz a saját területemhez, három munkás helyett kettő munkásba kerül majd egy egyrészt, másrészt pedig 6 győzelmi pontot kapok azonnal, tehát 20-ról 26-ra megy, hogy miért kezdünk 20 ponton, mert hogy veszíthetünk is pontokat, és ezért van egy ilyen bankunk, amiből veszíthetünk pontokat, majd szerintem lesz rá alkalom, hogy megmutassam, hogy működik ez, és ennyi volt az első akció, tehát befizettem ezeket a költségeket, feljebb léptettem, olcsóbb lesz jelentők az ásás, mert hogy tematikailag az történik, hogy minden népnek, minden ilyen nép frakciónak van egy saját kedvelt területtípusa, és csak azon tud élni. Tehát azok a területek, amelyek más típusúak, például hegy vagy sivatag, az az én számomra lakhatatlan, ezért át kell alakítanom. Na, minden esetre ez volt az én első akcióm. Nézzük az autóm akcióját. Fel kell forítani két kártyát. És a kártyák, meg is mutatom, a kártyák, amikor egymás mellé kerülnek, akkor ezt a középső területet kell figyelni, tehát ezt a középső kialakult ilyen papír darabot, és az megmutatja, hogy milyen akciót kell végrehajtani. Ez az automának a saját akciója, tehát ez azt jelenti, hogy ő építkezni fog, és, és akkor itt van a mellette, hogy, hogy miket vesz figyelembe. Egyrészt, ugye, ahogy mondtam, van egy ilyen jelölt és egy jelöletlen ö, hát ilyen település kezdeménye. Tehát ő mindenféleképpen azt fogja választani, amelyiknél nincs jelölés, itt fog terjeszkedni. A B fogja figyelembe venni, nem tudom, ezen. A B azt jelenti, hogy ezt az alsó részt kell figyelembe venni. Tehát elsősorban a saját felületére építkezik természetesen, de ha megteheti, akkor a következő az a sivatag lesz, utána a hegy, és így tovább. Ha, ha a föntét kéne nézni, akkor más a prioritás, úgyhogy azt, azt figyelembe kell venni ilyenkor. Most minden esetre ezt kell figyelembe vennem, és amúgy van egy ilyen egész jó kis ö, kártyagyűjtemény az akciók összefoglalásáról, Te azt mutatja, hogy amikor ö, építkezik, akkor megnézi, hogy milyen mezők jöhetnek egyáltalán számításba. És akkor vannak ezek a tiebreakerek, hogy milyen sorrendben veszi figyelembe. Először is, hogyha van saját ö, specifikus dolog, akkor azt figyelembe veszi. Neki nincs ilyen külön ö, valamilyen szűkítés, hogy mi alapján veszi figyelembe, hogy hova építkezhet. Tehát azt kell nézni, hogy ez a terület prioritás, ezt kell figyelembe venni. Ha ez alapján is több választási lehetőség lenne, akkor olyat választani közelebb van hozzám és hogyha még ez sem segít, akkor van egy ilyen irányválasztás. Az irányválasztás pedig azt mutatja, mutatom, hogy alulról, jobbról felfele -fel fog a harmadik területre építkezni, ami még a rendelkezésre áll. Tehát csupa olyan dolgok vannak itt, amik tulajdonképpen segítenek abban, hogy eldöntsük, hova is fog építkezni. Na most az első két fordulóban még nulla a hajózása, tehát nem tud ide átjönni, mert egyébként ide átjönne, ha egyes hajózása lenne. Ez alapján ugye ezek a területek jöhetnek számításba, szomszédosra építkezhet alapvetően, és neki ezek közül, most a B-ben a sivatag lenne a legjobb, de ilyen nincs itt ezek közül. A következő az pedig a hegy lesz, így oda fog építkezni. Ilyenkor rá kell helyezni egy ugyanolyan területípus, mint ami egyébként is van neki, és egy ilyen kis kunyhót felrakni. Az fontos, hogy a az autománál kettő kunyhót el kellett távolítani a játékból, tehát ő elő fog kifogyni a kunyhóból, és elő fog felülépíteni valamit, hogyha tud. És akkor itt van még a druidánál ez a plusz képesség, hogy nem csak építkezik, hanem lép valamelyik öm, ilyen kultista sávon. Na most, amikor kultista sávon lép, akkor ehhez is van egy jó kis segédlet, mindjárt megkeresem, hogy melyik az itt van. Ugye először is megnézi, hogy mindegyik olyan szóba jöhet, ahol még nem értel senki a tízes, sáv, a tízes mezőt, mert a tízes mezőn csak egy ember lehet majd. Amikor uh, itt vannak ilyen ikonok, amik meghatározzák, hogy melyiket fogja választani. Ő mindenféleképpen azt választja, hogy én okos automa, ugyanis szeretne velem versenyben lenni, így olyat fog választani, ami, aminél közel vagyunk egymáshoz, tehát ahol van esély, hogy megelőzön engem. Na most itt háromnál is az van, hogy ő nullán van, én meg egyeken vagyok, tehát nagyon szoros. Itt is szoros az egyes-kettes, de ugye itt egyrészt előttem van, másrészt meg, meg az erőnyben részesíti, ha valahol nullán van. És akkor, hogyha több ilyen is van, akkor azt mondja, hogy, hogy van ez az irányválasztás, és akkor itt van az, amit mutattam, az irányválasztás, tehát jobbról a harmadikon fog lépni, még pedig kettőt, és ehhez nem kell használni a papot, ugyanis alapvetően pappal lehet majd növelgetni ezeket a sávokat. Jó, tehát ő építkezett, itt lépett kettőt, én jövök. Jó, nézzük csak, azt próbálom megcsinálni most szerintem, hogy mivel amúgy is a kereskedő állomást díjazza az aktuális forduló, ezért ezt felülépítem, ezt a kunyhót, kereskedelmi állomással fejlesztem. Ehhez nekem, itt látom a táblámon, hogy három munkás be kell adnom, és most a négy pénzt kell beadnom. Van itt egy perje, hogy vagy négy pénz, vagy nyolc pénz. Ha szomszédosan építek egy vetétársammal, akkor a kereskedelmi állomás az olcsóbb, tehát akkor fél áron van. Egyébként nekem itt drágábbak az építkezések, mint a legtöbb frakciónál, tehát tényleg elég egyediek a különböző frakciók, és jó sok van a dobozban belőlük, úgyhogy lehet próbálkozni. Én, én ezekkel a swarmlingekkel még soha nem játszottam, úgyhogy most úgy gondoltam, hogy kipróbálom. Minden esetre az most ott megépült, és mivel ezt díjazza az aktuális forduló, három pontot kapok ezért. Egy, kettő, három, és ő következik. Ez a kártyája jobbra kerül, és ez elé kerül egy újabb. Papot helyez. A kultista sávokra, mégpedig az adott fordulóban meghatározott színre, és ez itt mutatja, tehát a kéket részesít előnyben ebben a fordulóban. Tehát azon lépni fog, egy papot helyez a legmagasabb értékű mezőre a kéken, az a hármas, és így lép egy, kettő, hármat ezen a sávon. Hát itt már elég elhúzott, az azt nem lesz könnyű utolérni. Én következem, és nagyon azon gondolkodom, hogy ezt is, átép, bocsánat, ezt is átépítem kereskedelmi állomásá, hiszen most pontot kapok érte, ami nem rossz, és itt bevételt is kapok utána. Ez most drágább lesz, mert nem szomszédos egyetlen másik vetítés épülettel sem, de minden megcsinálom. Itt tehát három ilyen munkást kell beadni, és 8 pénzt, hát az nem kevés, de ez van. És oda helyezek egy kereskedelmi állomást, és ezért kapok 3 pontot, megint 1, 2, 3. Jó, ő következik. És most már ilyen elfordított kártya következik. Hogyha ennek a jobb felső sarkában passzolás ikon van, akkor ő passzolni fog. Nincs itt kell legyen egy pasztolásikon, nincs, tehát ő végre fog hajtani akciót, mégpedig fejlesztés fog végrehajtani. Fejlesztésnél megnézi, hogy miket tud fejleszteni. A fejlesztés úgy működik, hogy a kunyhókból kereskedelmi állomás fejleszthető, a kereskedelmi állomásból vagy erőd, vagy pedig e, ilyen e, templom fejleszthető, és a templomból lehet majd szentét fejleszteni, tehát kicsit ilyen szertágazó az út. Na most, ha van bármilyen amit fejlesztet, nyilvánvalóan van, akkor megnézi, hogy van-e olyan szomszédos épület, ahol kereskedelmi állomást építhet, és mivel van ilyen, ezt meg is teszi, uh, itt kereskedelmi állomást épít, tehát ez lekerül, ez pedig felkerül, és ez azért jó nekem most, mert amikor a szomszédságomban építenek, akkor már mint más játékosok, jelen pillanatban az automa, akkor meg kell néznem, hogy a, amivel szomszédosan építettek, mennyi energiával bír, az itt látható, a középső sáv kettő energiával bír, az azt jelenti, hogy kettő manát tölthetek fel, úgy, hogy cserébe egy kevesebb egy győzelmi pontot elveszített. Tehát tulajdonképpen egy győzelmi pont vesztességért kettő manát tölthetek. A manatöltés pedig úgy működik, hogy a hármasból kell először a kettesbe tolni, amennyit lehet. És ha mondjuk most kapnék kettő töltést, akkor ezt betolnám ide, és utána mivel nincs itt a hármasban, illetve bocsánat, fordítom mondtam, az egyes, kettes, hármas, tehát a, ha nincs itt az egyesben, akkor Ö, akkor már innen tolok, és igazából csak ebből a hármasból tudok használni manát. Tehát fel kell töltenem ahhoz, hogy használhassam innen. Ö, jó, tehát így lehet pontot veszíteni, és ugye a játék elején is előfordult ilyen helyzet, tehát addig, amíg győzelmi pontot nem szerzünk, akkor is veszíthetünk pontokat, azért kezdünk onnan. Jó, ő építkezett, és akkor én következem. Nagyon azon gondolkodom, hogy lehet, hogy passzolok, mert hogy akkor én választok először majd innen, és bár még lenne mit tenni, még tehetnék valamit, de azt hiszem, hogy most ezt kihagyom, még pont megépíthetnék egy terraformálással együtt, egy épületet, de szerintem kicsit kockáztatok, és megpróbálom azt a következő fordulóban megcsinálni. Úgyhogy én most passzolok. Passzolásnál el kell vennem én egy bónuszlapkát, és ugyanarra a pozícióra visszahelyezni, ez fontos lesz majd az automa szempontjából, hogy itt mindig három legyen adott pozícióban. Ezt megkapom, és igazából itt le lehet fordítani, hogy lehessen látni, hogy valaki passzolt, de azt hiszem most ez olyan fontos itt kétfős játék esetén, illetve hát egyfős játék esetén. Szóval a passzolásnál még azt kell figyelme venni, hogy van itt egy ilyen bónusz, amit kaphatnék, de sajnos nem értem el a kék kultistasságon legalább négy mezőnyit, mert négy mezőnként lehetne egy ásást kapni, de sajnos az nem sikerült elérni, úgyhogy ezzel nem foglalkozom most per pillanat. És azt hiszem, hogy nekem igazából ennyi is a passzolás, tehát elvettem egy lapkát onnan, és szépen megvárom, hogy vége legyen a fordulónak. A forduló pedig valószínűleg most ér véget. Nem, most, most sincs neki passzolása, tehát ezt még végrehajtja, és lefed, egy, egy ilyen akciómezőt, mégpedig balról a másodikat, tehát ezt lefedi, ez most annyira nem izgalmas már, mert hogy én végeztem, viszont, és lehet hogy se csináltam meg, hoppá, 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 é, igen, egy pici magyarázat ide, van ez a kegy jelölő, vagy ilyesmi, nem tudom, a, az csak az ötödik-hatodik fordulóban veszi el, viszont itt kapott volna X, jelen még nem kap pontot, az első kettő fordulóban nem kap pontot. Tehát az X fogja jelölni, hogy hány pontot kap még pluszban. Ez most nulla, tehát nem kap. És itt is lefette ezt, és nulla pontot kap. Utána ő is passzol, passzolásnál a jobb kártya mutatja meg, hogy melyik bónuszlapkát veszi el. Itt látható, hogy az első fogja elvenni. Ezt visszadja ezt elveszi. Mivel neki nem kerül semmi pénzbe, így neki nem kell a pénz, vagy csak a lapkát foglalgatja le. És most megkapja azt a pontszámot, ami itt a lapka jobb alsó sarkában van, tehát három pontot fog kapni. És azt hiszem, hogy ennyi. Ezt a lapkát eltávolítom, ezzel jelezve az első forduló lement. Azt kell még csinálni, hogy az összes kártyát összegyűjtöm, és ebből a pakliból egy új kártyát keverek be. Tehát minden egyes fordulóban egy kártyával bővül az a pakli, és így egyre több akciót is fog végrehajtani a játék folyamán. Most is az alsó kettőt el kell fordítani, és, és azt hiszem, hogy ennyire is ment egy forduló, bízom benne, hogy eddig nem volt benne hiba. Illetve, tessék, már most egy picit figyelni kell, mert a végén van egy ilyen kis tisztogatás, le kell húzni ezeket az x-eket, tehát ezek fordulónként egyszer használhatók de a következő fordulóban újra használható. Illetve minden olyan lapka, ami nem lett kiválasztva, az egy-egy pénzt kap, tehát ezen már kettő pénz van például, és hát itt talán egyre vonzóbbak lesznek ezek a lapkák, ha sokáig itt maradnak. Jó, nálam maradtak kezdőjátékos jelölő, mert hogy én passzoltam előbb, és ebben a fordulóban minden ásás kettő pontot ér. De nézzük először a bevételt. Kettő pénzt kapok innen. Innen kettő kockát kapok. Innen kapok összesen négy pénzt. Mondjuk kiveszek egy ötöst és berakok egy egyest. És négy energia Tehát egy, kettő, három, négy. Rendben. És ennyi. Azt hiszem. És akkor az első akcióm, azt szerintem az lesz, hogy megpróbálok itt terjeszkedni. Na most van itt egy ilyen ásás akcióm, az azt fogom csinálni, hogy rögtön fel is használom, és akkor azt mondja, hogy egy ásás, meg két munkásért még egy ásás, tehát két ásást használok, ugyanis a hegyből nekem kettő lépésnyi kell, hogy eljussak a saját lakóterületemhez, így ezt a területet most két ásással átalakítom a saját területemre. Ásásonként kettő győzelmi kapok, tehát azt jelenti, hogy egy, kettő, három, négy pontot kapok ezért, és oda megépíthetek egy kunyhót, ami két kocka, két munkás, és három pénz, ez ide kerül. Jó, ez volt az első akcióm, nézzük, hogy neki mi az első akciója. Azt mondja, hogy le fog foglalni egy egy akciót innen. Egy, kettő, három, negyediket. Ó, oh, ne, 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 ez borzasztó. Ennek egyáltalán nem örülök, és hát ebből kiindulva lehet, hogy jól lett volna ezt először választani, mert jó lenne ez a kettő kocka. Összes kettő kockán maradt, ami, ami siralmas ennél a fajnál, ahogy nézem. Másoknál úgy emlékszem, hogy csak egy kocka kellene a kunyhóz, meg kettő pénz, itt meg kettő kocka, három pénz. Ez nagyon rosszul jött ki. Ez, ez nagyon rosszul jött ki. De hát ilyen, Kicsit olyan az autó, mint, hogy tudná, hogy mi kell nekem. De hát végül is ettől jó a dolog, vagy ettől kicsit izgalmasabb. Na most akkor mit csináljak? Ugye az van, hogy viszonylag szűkén vagyok pénzzel is, meg munkással is, úgyhogy ilyen szempontból egyáltalán nem szerencsés a helyzet. Egyáltalán nem szerencsés. Mondjuk még egy kunyhót meg tudnék építeni vele szomszédosan, az nem lenne rossz végül is olyan szempontból, hogy legalább akkor elfoglalom, ezeket a területeket. És ugye a játék végén lesz egy olyan pontozási feltétel is, hogy amikor összefüggően megnézzük, hogy hogy érjük el egymást az épületeinkkel, és itt összeérhet majd a két ilyen település kezdemény, akkor, akkor ott számít majd, hogy ő mondjuk egybe tudja építeni majd a két települését vagy sem. Én megpróbálom az enyémet összehozni valamennyire. Úgyhogy lehet, hogy az nem lenne hülyeség, hogyha most azt mondanám, hogy kettő munkás és három pénzbeadásával, beadok egy ötös, kiveszek hármat, Öm... megépítek egy kunyhót, mégpedig, ja de nem tudok, de vagyok, az nem az én területem, hoppá, 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 valami miatt ezt nagyon néztem, hogy ez milyen jó nekem, de csak olyan szempontból, hogy egy nyira van, azért ennyire nem könnyű, mint ahogy gondoltam, akkor visszaveszem viszont ezeket, mert újra tervezés. Öm hármat fizettem be, akkor visszaveszem most így. Jó, akkor átgondolom ismét, hogy mit is kellene csinálnom. Mondjuk ilyen akcióval tudnék valamit kezdeni. Á, de nagyon kár, hogy elvitte ezt a két kockát. A 7 meg a 8 De mondjuk itt ezt használhatnám. És akkor mutatok egy olyat is, hogy el lehet égetni ebből a kettes rekeszből, ebből a kettes tárolóból, ha elégetek egyet így, teljesen kiveszem, akkor egyet betolhatok ide. És így lesz négy manám, ez tulajdonképpen nem külön akció, ez ilyen kis, nem tudom, mellék akció. És most van négy manám itt, ebben a hármas tárolóban, így elköltök innen négyet, és azért tudok egy ásást ö, használni, és akkor az fog történni, hogy ö, lehet, hogy itt is azt kellene, hogy inkább ezt használom, ott a sok kocka elhasználása miatt. Na mindegy, most már nem játszom vissza. Tehát négy manáért egy van, és akkor viszont meg tudom csinálni azt, amit az előbb terveztem. Tehát egy azért ezt át tudom alakítani, mert egy, ez egy elég közeli terület típus. Ezzel kapok kettő győzelmi pontot, és akkor beadom a két kockát, meg azt a három pénzt, amit az előbb is próbáltam, és most viszont meg tudom építeni ezt ide. Jó, Na, akkor valami csak sikerült végül is. És akkor nézzük meg, hogy ő mit csinál. Azt mondja, hogy apot helyez a kultista sávra, pedig ismét olyat keres, ahol nagyon szorosan vagyunk. És most jobbról az elsőt fogja választani, tehát ide lép három, és akkor lép egy, kettő, három mezőt. Oké, okay, ennyit csinált. És nézem is, hogy nekem a barna egyébként, a barna lehetne jó, megkapnék érte pénzt, pénzt hát ö, azt tudom csinálni esetleg, hogy papot lehet szerezni itt három manáért, tehát ha hármat innen kiszórok az előbbi technikával, egy, kettő, három, és hármat beviszek ide, ezt akkor is megtehetem, hogy az egyesben vannak manadarabok, akkor azt a hármat elköltöm, és egy papot kapok cserébe. Ja, nem, 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 mit csinálok? De egy papot kapok cserébe itt. Ez egy akció volt, tehát ezt nem tudom rögtön megcsinálni. Az előbb ugye ez az ásás, az ásással kapcsolatban mindig lehet épületet is helyezni, kivéve hogyha itt bónuszként kapjuk a forduló végén. Tehát azért csináltam meg tulajdonképpen látszol a két akciót, hogy ások is meg építek is. Itt most egy akció az, hogy elvettem ezt a papot és kész. Jó, ő következik. Nézzük, fejleszt. És most nem fog tudni velem szomszédosan fejleszteni keresedelmi állomást, ezért azok közül, amik ezek mind fejleszthető tulajdonképpen, tehát ez a, ez a három épület mind fejleszthető, igen, azt akarja, minél kevesebb energiát adjak neki, adjon nekem. Tehát nem velem szomszédosan fog, ebből a kettőből fog fejleszteni valamit, és akkor, hogyha még mindig van több választási lehetőség, akkor az irányokat fogja választani, és ez azt jelenti, hogy itt balról a harmadikra fog építkezni, az pedig úgy van, hogy egy, kettő, és akkor visszatér ide három, tehát újra kezdi a számolást, ide fog tehát egy kereselmi állomást építeni. Igen, és akkor ugye kapna a győzelmi pontot, de még a másik fordulóban az nem jár neki, úgyhogy ennyi volt az akciója. És akkor én most ezt a papot felhasználtam arra, hogy ide helyezem erre a föld sávra, a hármas mezőre, és ahol lépek itt egy, kettő, hármat, mivel átléptem itt egy ilyen manatöltésen, ezért egy manát töltök innen ide. Oké, okay, ő következik, és akkor most lehet, passzol, nem passzol. A saját frakció akcióját hajtja végre, ilyen jelölt városban fog terjeszkedni, mégpedig az alsávot fogja figyelembe venni, és az alapján fog választani, és az alapján sajnos úgy tűnik, hogy be fogja foglalni ezt az erdőt, ugyanis azt mondja, hogy a saját terület típusán utána a hegy, sivatag és erdő következik. Ezt ott bebuktam, ezt a mezőt, azért rakok neki egy ilyet. És ezeket a városokat továbbra is meg kell jelölni egy ilyennel, hogy tudjuk, hogy ezek összetartoznak. Jó, ennyi, illetve nem, mert tovább lép valahol kettő mezőnyit. Most ezek közül azt fogja választani, ahol még nullán áll. tehát ezt fogja választani, és innen indul, mert hogy itt a végén a sorrend, a játék végén a pontozás az csak akkor ad bárkinek is pontot, ha egyáltalán elindult. Tehát ezzel tulajdonképpen ő most négy pontot szerzett, mert a második hely mindenféleképpen megvan neki. Úgyhogy most így döntött, ezt vitte kettővel. Jó, és akkor én következem. Na most nagyon gondolkodom, hogy egyáltalán tudok-e bármit is csinálni még, mert hogy munkásom nincs, van itt hát öt pénzem, az önmagában még nem sok, és ezekre a manákkal se fog tudni mit kezdeni, hogy én fogok passzolni, azt hiszem. Az annyiból jó, hogy akkor választhatok innen. Na most a következőben az lesz, hogy vagy ilyen szentét, vagy erődöt kéne építeni a pontszerzését. Erődre van esély végül is. Van valamennyi esély. Az viszont kellene még az kocka, vagy manatöltés több, lehet, hogy akkor ez lesz, mert itt van két pénz, manatöltés kocka. Jó, legyen ez, ez fogom választani, tehát passzolásnál elviszem ezt, ez visszakerül a helyére. És akkor még azt kell figyelembe vennem, hogy itt lehet látni, hogy amennyin a földsávon állok, annyi pénzt kapok, mivel a földcsávon a négyes mezőn állok, ezért négy pénzt kapok, mondjuk elveszek egy ötöst, és visszaadok egyet. Oké, az én passzolásom ezzel meg is volt, nálam marad a kezdőjátékos jelölő, mert én passzoltam előbb, és akkor ő következik, nézzük, hogy ő még végrehajt valamit, hogy passzol. Ő passzol, ez a passzolás jel, ezt kerestem eddig, tehát most nem hagyja végre a többit, hanem megnézi, hogy itt mennyi pontot kap, négy pontot kap ebben a fordulóban. 1, 2, 3, 4. És erre nem is lesz szükség már, ezt félre rakom. Emellett pedig újra keverem a kártyáit, úgy, hogy belekeverek egyet ezekből. Júj, jó, 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 hogy is volt ö, a fenébe. Biztos, hogy ez a kártya volt, és előtte meg ez volt, akkor talán így jó. Igen, mert hogy ez meghatározza, hogy melyik lapkát viszi el, tehát ezt beadja, és ezt viszi el. Igen, ez fontos. Jó, és akkor most kever bele egyet. Jó. Az alsó kettőt elforgatja. Oké, és akkor ezeket fel kell itt tolni, és mindegyikre kerül egy-egy pénz, amik ide visszakerültek, amik itt maradtak. Mondjuk elrakok egy kettest, és visszaadok egy egyest. Jó, na bízom benne, hogy ez a forduló is lement, különösebb nagy hiba nélkül. Oké, okay. továbbra is én vagyok a kezdőjátékos, és akkor nézzük meg, van előbb bevétel. Van itt három energiatöltés, egy, kettő, három, és van egy kocka, illetve hát munkás, nevezzük munkásnak. Itt van 2, 3, 4 Uh, munkás. Oké. Okay. Itt van négy pénz és négy töltés. Tehát egy, kettő, három, négy. Jó, más egyelőre bevételként nálam nincs. És akkor nézzük meg, hogy mit csinálok első fordulóban, tehát az első körömben. Hát tulajdonképpen rögtön megépíthetném ezt. Rögtön megépíthetném ezt, és ez nem is lenne valószínűleg nagyon nagy hülyeség. Az a kérdés ugye, az előbbiekből tanulva, hogy lehet-e itt esetleg másképpen intézni a dolgokat, mint az előbb. Na most viszont a kevés manám van már, nem tudom, ebből szabad-e még égetni, mert ha mondjuk most kiégetnék még kettőt, akkor maradna össze hogy 1, 2, 3, 4, 6. 2, 4, 5, 6. Mondjuk az még lehet, hogy belefér gyorsabban lehet pörgetni, kicsit azért necces talán. Azért, hiszem, hogy nem csináltam meg a mana és most már persze nem tudom visszajátszani, de itt nem figyeltem, amikor ide megépült, akkor hát nem tudom mi volt itt akkor, kunyhó vagy... De már, de már persze ez már régóta itt van, akkor kettő manát tölthettem volna egy győzelmi pontért, amit kellett volna megcsinálni, de ezt, ezt itt benéztem. Ez nem kötelező egyébként, tehát mondhatna, mondhatja az ember azt, hogy lemond erről a lehetőségről. Ez nekem probléma, és sőt, még lehet, hogy itt is a fejlesztésnél, mert a fejlesztésnél is jár. Szóval lehet, hogy több manatöltést sajnos nem vettem figyelembe, azt elbénáztam. Hát ez igazából az abszolút a saját károm, mert ő általában megéri azért mondjuk kettő vagy három manát kivenni egy-két győzelmi pontért. Itt például a jobban állnék. De hát ez ilyen, az embernek figyelnie kellene, csak nem könnyű ennyi mindenre. Jó, legyen az, hogy, 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 megépítem, és csak egy helyen tudok építeni, csak ide tudok építeni, tehát ide megépítem az erődömet, az öt kockába kerül, azt így oh, el is költöttem, ezt az öt kockát, meg nyolc pénzbe kerül, 5, 6, 7, 8, és akkor ez visszakerül ide, ez pedig ide kerül, az erőddel az a helyzet, hogy innentől kezdve van egy plusz akció lehetőségem, ezt majd igyekszem nem elfelejteni, mert elég hasznos. Fordulónként egyszer egy ilyen kunyhót átépíthetek kereskedelmi állomással, ami hát nem egy hátrány. Gondolkodom, hogy kell -e még valamit csinálnom. Ja igen, mivel hogy, hogy ezt megcsináltam, ez 5 pontot ér nekem. Ezt le is lépem. 1, 2, 3, 4, 5. Jó, egyébként érdekes, mert ugye valószínűleg arra számít a játék, hogy az első három fordulóban nehéz megépíteni még az erődöt, ezért nem ad pontot az automának. A másik oldalon, hogyha a negyedik, ötödik, hatodik fordulóban csinálnám ezt, akkor is öt pontot kapnék, viszont az automa kapna szintén öt pontot a forduló végén, így most nem fog pontot kapni a forduló végén. De most ő jön, nézzük, hogy mit csinál. Papot rak le megint, pedig arra a színre, amit látható, ez a levegő lesz, tehát ide lerak egy papot a kettes mezőre, és akkor lép kettőt. Jó, ennyi volt, én következem. És hát nem valami rózsás a helyzet, az az igazság. Ezt persze végre tudom hajtani, gond nélkül. Viszont hogy fogok hozzájutni bármilyen akcióhoz, hogyha nem tudom itt ezeket pörgetni? azt nem tudom. Nem ugye ezt megcsinálom, tehát lesz itt egy ö, kunyhó kereskedelmi állomása alakítása, akkor ezt leveszem, mondjuk ezt, és a helyére építek egy kereskedelmi állomást. Ezt ingyen megtehetem, tehát nem kell kifizetem a költségeket, ami hát elég jó. Hát nem tudom, jó lenne ezt megcsinálni. Pénzem van, de három kockát honnan szerzek, se honnan az nagyon sok, azt majd legfeljebb a következő fordulóban tudom megcsinálni. Mondjuk az nem is rossz, mert a következő fordulóban azt kimondottan díjazza, hogyha templomokat építek, úgyhogy az nem biztos, hogy rossz így, de hát közben nem tudom élvezni a, a, hasznát, olyan szempontból meg rossz. Na jó, én megcsináltam esetre az akciómat, ő következik, és ő a frakció akciót fogja végrehajtani, építkezik, és van egy ilyen új ikon, vagy talán eddig nem jelent meg, hogy a jelölés nélküli településen kezd, és ez a szűkítés azt jelenti, hogy mindenféleképpen olyat próbál találni, amivel közelebb hozza a két települést. Na most az van, hogy a harmadik fordulóban járunk, és már egyes a hajózása. Tehát a nélküliből ő hát tud már jönni ide, és ez szűkíti is a távolságot, és nyilvánvalóan ez neki kedvező, tehát a legkevesebb ásáshoz erre van szükség, egyáltalán nincs szükség ásáshoz. Úgyhogy ilyen szempontból a többi szempont már nem is fontos. Ide meg fogja építeni ezt, és ugye a második része az akciójának az, hogy egy kultista sávon megy kettőt. Na most nézzük meg, azt mondja, hogy már egyiken sincs nullán, a legközelebbi távolság itt lesz, tehát itt lép kettőt. Oké, okay. hát itt elég nehéz lesz megverni. Itt azért elég sok pontot fog hozni a játék végén, de meglátjuk majd, hogy hogy alakulnak a dolgok. Jó, ez az ő akciója, és nagyon azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ennyi volt az én részemről, hogy nem tudok más csinálni. Ez hát, nem sok. Csináltam két akciót, ezt <laughs> Hüha, az a baj, hogy nem merem ezt feltolni. Nem merek már innen kiégetni többet. Viszont 2-4-6-7. Az a baj, hogy már most el fog veszni, 8-at tudok tölteni majd. Mondjuk azt meg tudom csinálni, hogy egyet elköltök, és egyért mindig lehet kapni egy pénzt. Van egy ilyen kis táblázat itt, hogy egy manáért egy pénz, három manáért egy kocka, és egy, egy munkás, és öt manáért egy pap. Úgyhogy ezeket meg lehet csinálni, tehát ezt elköltöm, és akkor így igazából nem veszik el ez a feltöltés, ennyit tudtam csinálni. Viszont ez nem külön akció, úgyhogy az akcióm az a passzolás lesz ezek szerint, ami hát nem tudom, de nem, nem tűnik valami jónak egyébként, de hát ez van. És kellene a kocka, ez is három kockát fogok kapni, és kellene még kocka, Na, ügyesen kell ezzel bánni, és, ezt el kell vinni első akcióként. És akkor lesz még két kocka, de közben meg, hát nem tudom, ezt fogom elvinni. Ezt választom. Ez ide feljebb jön. És akkor még... És akkor még innen csak se kapok semmit. Hú, nem kapok semmit, mert a levegősávon minden kettőért kapnék egy munkást. Na jó, hát ez... nem tudom. Itt a játék felénél járva nem érzem, hogy valami jól állnék. És még egy csomó akciót végre fog hajtani. E, azt mondja, minimum kettőt még végrehajt. Ez nem annyira érdekes, el fog foglalni egy ilyen akciót, jobbról a másodikat, de kap most már egy pontot, tehát ez így megy. Mivel én passzoltam már, ő újra jön, megint elfoglal, mégpedig még pedig jobbról az elsőt, és megint kap egy pontot ezért. Jó, és akkor most megnézzük, hogy passzol-e. Igen, passzol, ami azt jelenti, hogy a középső lapkát fogja választani, tehát ezt fogja elvinni. Ezt visszaadja. Egyrészt. Másrészt, ugye minden kártyáját visszakeverek, és a kaktéltetéről is elveszek egyet. És ugye lenne itt a lapkán pont, de itt most nem kap pontot. Úgy alakult itt, hogy, hogy, hogy azért nem jár pont neki. És akkor azt hiszem, hogy hogy mindent megcsináltam. A forduló végén ezek az x-ek lekerülnek, hogyha valahova felment. Tehát ez így van. És mi történik még? Szerintem ennyi. Új forduló kezdődik, a bevételeket megnézem. Itt kapok négy pénzt. elveszek egy ötöst, és visszaadok egy egyest. Itt kapok három kockát. Egy, kettő, három. Itt kapok még négy pénzt, mondjuk megint elveszek egy ötös, visszaadok egy egyest. Ja, jut eszembe, ezekre egy-egy pénzt kell rakni a forduló végén, még az előző forduló végén, és ezt is eltávolítom, hogy tudjuk, hogy a harmadik fordulónak is vége. A második felében járunk a játéknak. A pénzt kivettem talán, és akkor talán ezt a pénzt is kivettem, és akkor van itt összesen 8 töltésem, 8 mana töltésem. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Szuper. Jó. Más bevétel szerintem nincs, és akkor ez elég egyértelmű, hogy, hogy muszáj elköltenem ezeket gyorsan, mert különben, hát különben, különben ezeket elfoglalhatja. Úgyhogy ezeket most nem lenne jó elveszíteni. A két kocka az nagyon fontos lenne, egy pap is jó lenne, de most azt mondja, 2, 4, 6, 2-4-6-7-em van, és azt pont meg tudnám csinálni mind a kettőt. Na jó, A, azt hiszem, hogy a kocka fontosabb lesz most. Azt mondja, hogy 2-4-et elköltök, és ezt elviszem. Az 2 ilyen kocka. Jó, első akciója. A frakció akciót használja. Azt mondja, hogy ezt fogja továbbvinni. Tehát Monához juthatok majd, az fontos figyelembe vennem, bár nem biztos. Az A utat választja, tehát most az egyes hajózással azért viszonylag sok, sok lehetősége van. Tehát picit megelőlöm most, hogy, hogy hát ha akkor nem rontom el. Egyes hajózással ide, 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 de lehet, nem is kell csinálnom, hiszen itt van egy saját terület típusa, és akkor innen kezdve mindenki a, a többi micsoda. Igen, akkor ezt szépen elkezdtem építeni, de elég egyértelmű, hogy ide fog építkezni ő. Akkor mégsem tud tölteni, nem lesz szomszédos velem. És valahol lép a frakciósávon, el nulláról elmozdult, hol van a legközelebb, itt lesz a legközelebb, kettő lépése van csak, tehát lép kettőt. Hát nem jó. Nem jó. Na, oké, én következem. És akkor azt hiszem, hogy hogy talán az nem is kérdéses. Talán nem is kérdéses, hogy én azt fogom választani, hogy hogy, hogy, hogy három manáért, három manáért ezt itt elviszem, szerzek egy papot. Oké, ő következik. Ő itt papot helyez le, mégpedig a színnel megerős tehát a kék sávra, a víz sávra fog papot helyezni a kettes mezőre. Egy, kettő. Oké, okay, hát ott nem hiszem, hogy be lehet hozni. Uh, igen, nem nem valószínű, hogy ott be lehetne hozni őt. Na se baj, uh, nézzük tovább. Azt mondja, hogy én most, én most, én most meg tudom csinálni azt, hogy. Hogy ezt itt felfejlesztem, az egyik házat, egyik ilyen kunyhót, nem, bocsánat, az egyik keresked... de az egyik kunyhót kereskedelmi állomásra fejlesztem, ez leveszek egy kunyhót, és felvag egy kereskedelmi állomást. Jó, ezt elhasználtam, és akkor ő következik, nézzük meg, hogy ő mit csinál. El fogja foglalni balról a harmadik elérhető, tehát egy, kettő, három, ez foglalja el, és kap egy pontot is. Jó. Oké, okay. én következem. És azt hiszem, hogy egy ilyen kereskedelmi állomást templommá fejlesztek. Ehhez kell nekem három kocka, meg hat pénz. És akkor leveszem ezt, felrakom ezt. Na most több dolog is történik. Egyrészt templom fejlesztésénél kapok négy pontot. Egy, kettő, három, négy. Ez az egyik. A másik pedig, hogy amikor templomot építek, akkor választhatok innen egy ilyen kegylapkát. Na most nézzük, hogy mi lenne jó. Például a barna sávon hármat menni. Egy, kettő, három, az négy feltöltés jelentene. Az már önmagában nem olyan nagyon rossz. Azt is lehetne, hogy mondjuk csak kettőt megyek, de mindig kapok majd valami bevételt, és ugye itt amúgy is van egy lépésem. Tehát, hogy ott esetleg lehetne kicsit tolni. Igazából egyre úgy tűnik, hogy főleg itt tudok nyerni ezen a sávon. A többin hát nem annyira egyszerű. Jó, elviszem ezt a földeset. Ez azt csinálja először, és kapok kettő lépést itt egy, kettő, emiatt tölthetek kettőt itt, és majd minden bevételnél megkapom ezeket is, De egyelőre ez ennyit tudott. Ő következik, nézzük csak, megint elfoglal egyet, mégpedig jobbról az elsőt, ezt elfoglalja, és kap egy győzelmi pontot, és ennyi volt az ő köre. Nekem valahogy hozzá kellene jutnom még egy kockához, Na most kicsit pazarlásnak tűnik, de például a pap beadható kockaként, és akkor tudnék építeni még egy templomot, és is utána kapok bevételeket a templomok után. Ez egyik lehetőség, vagy hogyha valahol berakom, mondjuk ide berakom hármasra a papot, egy, kettő, három, az csak egy töltés jelentene. Jó, akkor lehet, hogy ö, valószínűleg most fogják a fejüket azok, akik tényleg tudnak játszani ezzel a játékkal, de hogy ö, azt fogom csinálni, hogy ezt a papot beadom kockaként, Munkásként, és van még két kockám, és az három kocka, meg hat pénz, így hat pénz, és akkor tudok még egy ilyen templomot építeni, ezt ide fogom építeni szerintem erre a külön településem, így, és akkor ugye egyrészt kapok itt négy pontot, egy, kettő, három, négy, másrészt pedig még egy lapkát választok innen, és akkor megpróbálom még elcsípni a piroson, hát próbáljuk meg. Ezt elveszem. Ez hát azt csinálja, hogy hat erővel is lehet majd várost építeni, ezt majd elmondom. Kettőt lépek minden esetre ezen a sávon, és egy töltést kapok. Na, ő következik. És ő fejleszteni fog, és egy pontot kap mindenféleképpen. Na, és a fejlesztésnél ugye, hogy ha tud, már pedig tud, a fejlesztésnél, ha tud, azt csinálja, hogy, hogy velem szomszédosat fejleszt kereselmi állomásra ezt megteheti, úgy nem raktam ilyen jelölőt, hogy ide tartozik, ezt megteheti, és ugye én most eldönthetném, hogy hármat töltök -e kettő győzelmi pontért. most ezt már el kell, el kell kicsit képzelni, hogy hol is áll majd. Ugye fogok tölteni itt hatot, meg ha mondjuk ezt elveszem, akkor még kilencet, tehát töltök négy, 5, 6, 7, 8, 9, tehát még van is értelme annak a párnak. Jó, legyen három töltés, kettő győzelmi egy pontért. Egy-kettőt visszalépek, és akkor egy-kettő-három töltés lesz itt. Jó, az egy pontját leléptem emlékeim szerint, és akkor én következem. Na most nekem van még egy ingyenes akció mit? azt miért ne tenném meg? Ja, de ott tudok úgy lépni esetleg, hogy túl lépjek, aha. Na, hát akkor nem úgy lépek, akkor nem itt lépek, hogy akkor itt lépek a kékkel. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen x-et rárakok erre, és akkor egyet lépek itt. Jó. Ő következik, na most lehet, hogy úgy passzol, hogy igen. Elveszi a kezdőjátékos jelölőt, mert előpasszolt. És a passzolásnál ugye egyrészt akkor az első lapkát fog elvenni. Az jó, mert azt nem akartam elvenni. Ennek így örülök. És akkor ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Meg még egy kártyát innen bekever. Közben pedig nem kevés pontot kap, 8 pontot kap. Itt. Azt mondja, hogy az 32, meg 8, az 40. Jó, az hoppá. Ez megfordult. Akkor az alsó kettőt így elfordítjuk és így akkor rendben lesz. Tehát ő passzolt, és akkor én következem még, de szerintem én is passzolok, tehát ennyivel vagyok csak úgymond lemaradva tőle, hogy most passzolok. És akkor uh, egyetlen egy papom van, az én bónuszom az, hogy amennyi pap van itt, annyi szor kettő pénz, hát ez csak kettő pénz, ez nem sok, úgyhogy ez ki is megy. És uh, én ezt akartam elvenni, tehát ez így rendben van nekem. Ezeket így fel kell tologatni. És mit kell még csinálnom? Ja, még egy-egy pénzeket kell rakni ide. És talán ennyi, a negyedik forduló le is ment. Na nézzük, az ötödik fordulóban városként alapítani azt, hogy pontot kapjak. Um, hát nem irreális, de nem is könnyű a helyzet azért. Na de nézzük a bevételeket, még mielőtt teljesen elsírom magam. Azt mondja 3 feltöltés, 1, 2, 3 innen, meg 1 kocka innen. Egyszer. Aztán 2 kocka innen. Jó? Aztán 2 pénz és 2 feltöltés innen. Aztán 4 feltöltés innen. Fullón vagyok, amennyire lehetek. 2, 4, 6, 8 van. És akkor van két papom, tehát két papot kapok itt. Oké, okay, és most ő fog kezdeni, most már figyelem kell arra, hogy kettő távolságra is el tud hajózni, ha bármilyen építkezésnél ezt figyelembe kell venni. Nézzük akkor az első akcióját. El fogja foglalni, ajaj, balról a harmadik az egy, kettő, három. Hát ezt mindig elfoglalja, vagy hát nem mindig, de kétszer már ami elég problémás. Szóval nem fog tudni két kockát szerezni, ami probléma, mert csak hárman van. Ez nem oké. Ez például már kapás volt egy olyan probléma, ami megoldásra vár. Na de akkor azt fogom csinálni, hogy elköltök 6 manát, 2, 4, 6, és bizony ezt a dupla felhasználom. Ez a dupla ezt a területet itt, két nyomnyira van, ezt átalakítom saját területté, és kettő kockával, valamint három pénzzel oda lehezek egy kis kunyhót. És ez igazából azért jó, mert ahhoz, hogy várost alapítsak, kell nekem négy mező, és legalább hét erőnyi összesen. Most a hét erő az megvolt eddig is, mert hogy van ez itt három, négy, öt, hat, hét, és ez már nyolcadik erő. Na de, csak három területen volt, és négy kellene, itt lehetne, hogyha ezt felfedném, akkor lehetne uh, három mezővel is várost alapítani, de ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem lesz könnyű. Úgyhogy akkor ezt, ezt tudtam most kitalálni egy hogy uh, így akkor megvan a város. Na most város alapításnál innen választhatok valamit, és így most alaposan végignézve szerintem az lesz, hogy elveszem ezt. Ez 7 győzelmi pontot ad, egyrészt, meg itt még 5 mert város alapítottam ebben az ötödik fordulóban, tehát 12 győzelmi pontot kapok, az meg még 10, az 60. Ez be kell rakni valami alá, és kapok még kettő kockát, amit el is veszek. És akkor azt hiszem, hogy ennyi volt ez az akció, tehát megcsináltam mindent, amit kellett. Ő következik. Úgy nem tudom, hogy leléptem -e neki az egy pontot, mert itt kapott volna egy pontot. Ebben most nem vagyok biztos. Mondjuk eléptem neki, és akkor legfeljebb majd. Uh, majd a, ha észreveszem a videó végén, hogy tudom követni, akkor majd uh, lelépegetem őket. Na most az van, hogy uh, fejleszt. Ugye bármit fejleszthet, és ugye nem tud velem szomszédosan kereskedelmi állomást építeni, akkor igazából arra törekszik, hogy minél kevesebb pontot adjon nekem, hogy minél kevesebb feltöltést adjon nekem. És ugye még ez alapján is több választási lehetőség van, akkor azt az irányt választja, most jobb alsó sarokból a harmadik, tehát elindulok innen, hogy egy, kettő, azokat kiadjon, mert azok erőt adnának, három, ezt fogja felfejleszteni, mégpedig pedig uh, erődé. Erődé fogja felfejleszteni, és kap egy pontot itt a lap alján. Oké, én következem, és akkor azt hiszem, hogy ezt a papot, ide helyezem, ez három mezőnyit mozgat, egy, kettő, három, és ez négy feltöltést ad. Tehát egy, kettő, három, négy feltöltést ad. Oké, ő következik, azt mondja, hogy a saját frakcióját, a frakció használja, a jelölés nélküli várost fogja bővíteni, nem, bocsánat, hát igen, építkezni, és azt szeretné, a minél közelebb kerülne a sajátjához. Ez tulajdonképpen, ahogy nézem, csak ez az egymezővel lehetséges, tehát most egy-kettő-három távolságra van ez a kettő egymást, és ha ide építkezne, akkor lenne közelebb, tehát gyakorlatilag egyértelmű, hogy ide fogja helyezni az új épületet, Oké, okay. és ugye lép a frakciós frakciósávon olyanon, ahol a legközelebb állok, itt állok szerintem a legközelebb hozzá, és akkor itt lép kettőt. Aj, hát ez nem kedves tőle. Oké, okay, én következem. Hát nem tudom, mi legyen, megpróbálok ellógni tőle itt, ezt a kettőt hagyom, annak semmi értelme nincs, de itt ezzel még ellóghatok. Azt mondja, hogy egy-kettő, és kapok kettő feltöltést. Kettő feltöltést, így. Ő következik. Ajaj, papot rak le, mégpedig az aktuális színre az a barna lesz. Hát ez hihetetlen. És belőz, szerintem. Ja nem, ugyanaz érkezik. Kettő. Egy-kettő, ez döbbenetes. Ez döbbenetes. Na no, se baj. Jó, Jó, szerintem elégetek innen kettő manát. Hogy kettőt betoljak ide. És akkor négy elköltésével ezt az ásást felhasználom, és itt tulajdonképpen bármelyiket használhatnám, egy ásással át tudom alakítani a sajátomra, mondjuk ezt, és akkor arra megépítek kettő kockáért és három pénzért egy kunyhót. Így. Ő következik. Ő is építkezik, mégpedig a Hát már nincs értelme, összeolvadtak két város tulajdonképpen, mert a hajózás miatt már összeérnek. De a nem jelöltekhez fog tovább építeni. A b sort veszi figyelembe, tehát ha lehet sivatagra épít, és lehet sivatagra, két helyre is építeni, vagy ide, vagy ide. És akkor nézzük csak, ha... Igen, ha ez alapján is döntetlen lenne, hogy hova tud építeni, akkor viszont, de várjunk csak, mert ide is tud építeni, viszont, és akkor az viszont a saját területe. Akkor lehet, hogy ezt csinálja. Mi a logikus? Hogy a lehető legkevesebbet használ, tehát hogyha ezt eléri, akkor ide építkezik. Igen, szerintem az a logikus, hogy akkor ide építkezik tulajdonképpen, és ez nekem nem jó, mert hogy nem segít. És kettő tud lépni egy olyan helyen, ahol a legkisebb a különbség, és ettől tartottam, ez itt behozhatatlan előny lesz, mert tud lépni egy-kettő, ő belép, és ott nem lehet más, csak egy jelölő, tehát ott nem fogom tudni, utolni, ott is elvitte az első helyet, itt tudok még esetleg felkerülni. Neki nem kell kulcs egyébként ahhoz, hogy bejusson a felsőre, nekem kell kulcs, hát lenne kulcsom, itt van egy kulcs, tehát bejuthattam volna, hogyha ott azt, na mindegy, hagyjuk. És kap még kettő pontot ezen kívül itt. Egy, kettő. Oké, okay, én mit tudok még csinálni? Valószínűleg nem sok mindent, ezt meg tudom még csinálni. Most egy kicsit ezért ez dilemmás, mert hogy hát, de talán még megéri. Tehát ingyen itt ezt a kunyhót felülépítem egy kereselemi állomással. Ugye ami a dilemmát okozza, hogy itt egy kockával kevesebbet kapok így a következő fordulóban. De hát ez van, ez ezzel jár. Nézzük ő mit csinál elfoglalja balról az első akciót, ezt elviszi, és kap egy pontot még pluszban. Oké, én következem, és én valószínűleg passzolni fogok. Nem tudok már semmi se csinálni, hogy passzolok. Na most ezek közül az ásás nem lenne rossz. A két, a pap se lenne rossz persze. Az ásás viszont jól lenne, mert ott még tudok építkezni. Úgyhogy szerintem ezt fogom elvinni. Ezt fogom elvinni. Uh, igen. És akkor ő következik, nézzük, hogy passzol-e, vagy valamit még végrehajt. Még végrehajtja. Éjjaj! És, és még ezt is végrehajtja. Tehát most van egy fejlesztése. Ugye a fejlesztésével bármit fejleszthet, és jobbról az elsőt fogja fejleszteni, tehát ezt fogja fejleszteni szerintem. Oké. Okay. Uh, emellett pedig ilyen kegylapkát is szerez. Na most már az van, hogy a kegylapkánál, ugye csak az 5.-6. fordulóban szerezhet, de hát az 5. fordulóban vagyunk. És olyat fog szerezni, ahol még nincs a tízesen, vagy hát nincs más a tízesen. És akkor azt nézi meg, hogy, hogy szintén ezt a, ahol versenyben van velem, tehát a legkisebb a távolság, ott fog bedurantani, 1, 2, 3, itt lesz a legkisebb a távolság, persze. És akkor onnan a pirosból elviszi a Három lépéseset, tehát ezt fogja elvinni. Szóval ide rakom neki, nem tudom, látszani fog már. Uh, lép hármat itt. Egy, kettő, három. Hát ez hihetetlen, hogy itt is eldönti. Na jó, és még kap ráadásul egy pontot. Oké, okay. én már passzoltam. Nézzük, hogy ő még csinál valamit, passzol. Most már passzol. Uh, Elviszi az első lapkát egyrészt. Uh, bekever ide, így még egy kártyát. Oké. Okay. Aztán uh, kap 5 pontot. Itt. 1, 2, 3, 4, 5. Felbozgáljuk ezeket. Jó. És azt hiszem, hogy ja, én először, tehát ez ide kerül. És akkor azt hiszem, hogy, hogy az utolsó forduló következik. Az utolsó fordulóban a házépítés ér majd pontokat. Jaj, nem csináltam meg a végén. Ho, 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 vissza, vissza, vissza. Itt azért négy földsávonként tudok egyet ásni. Hát az nagyon nem mindegy, az nagyon nem mindegy, azt az jó, hogy így eszembe jutott még, mert hogy nyolcasan vagyok, tehát két ásást kapok ingyen, és akkor ez a terület pont két ásásnyira van a saját tereptípusomtól, tehát ezt itt felásom, és ez nekem ott remélhetőleg jó lesz. Remek, 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 ezt, ezt kár lett volna elfelejteni. Jó, hát ö, ide még kerülnének, illetve hát nem, már nem kerül, már nincs jelentősége itt már nem, nem fogunk az utolsó fordulóban elvenni bónuszlapkát, tehát ez mindegy, hogy mi van ott. Viszont a bevételeket azért végignyomom. Itt kapok kettő pénzt. Jó. Ebben bizonyítom, hogy akkor elvettem el, le, múltkor lehet ide kellett volna inkább mellé. Na mindegy, ha nem vettem el, akkor, akkor, egy kockával kevesebben van, ami, ami azért számít. Na mindegy, itt egyet töltök, egy kockát elveszek, aztán itt három kockát veszek el. Jó. Aztán itt kapok négy pénzt, mondjuk 5-ből egy, meg nyolc feltöltés, az mondja, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc. Jó, kapok két papot. és azt hiszem, hogy ennyi. Talán ennyi. És akkor az első akció az enyém. Na most van itt egy kis probléma. Illetve nem, mert egyértelműen el kell ezt a két kockát, hogy meg tudjam csinálni, amit szeretnék. 5, meg 6, az 11, az pont annyi pénz. Jó, akkor, akkor egyértelmű, el kell ezt a kettő, 4, energiába kerülő akciót kettő kockáért. Egyszer. Jó, ő, nézzük, mit csinál. Ö... Elfoglalja balról az első akciót, ezt elfoglalja itt. És azon gondolkodom, nagyon ezt akartam megépíteni, de közben lehet, hogy az egészet tök rosszul csináltam, mert ezt ki sem fogom használni. Hogy hattal lehessen, most van 2-4. Hát, de még kiasználhatom végül is. Jó, az az igazság, hogy, hogy ezt nagyon meg akartam építeni, de lehet, hogy nincs értelme már. Ennek nem lesz értelme már. Úgyhogy, úgyhogy ezt hiszem, más taktikára váltok. Az biztos, hogy nagyon 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7, hát nem fogom tudni utolérni. Nagyon gondolkodom, hogy kellene nekem egy hajózás, hogy legalább összekössem, mert a játék végén fontos lett, hogy mennyire tudnak ö, hát összeérni ezek a települések. Már most két külön városról lesz szó, ö, de hajózással összeérhetnének. Ö, ja, itt még kapott egy pontot, szerintem azt megint nem léptem le neki. Most jöttem rá. Ö, hih -hih -hih -hih. Igen, lehet, hogy erről lemondok erről lemondok, és inkább így próbálok pontokat szerezni ezzel. És akkor megcsinálom azt, hogy egy ásással, mert ez itt konkrétan szomszédos, egy ásással ezt itt átalakítom, és akkor kell nekem kettő, meg még három, és akkor ezt a kunyhót megépítem ide, és ebben a fordulóban minden kunyhó építés kettő pontot ér. Jó, ő következik, nézzük... Ő papot helyez... Um, hát, hova a itt van a legközelebb... Szuper! Akkor ott is feljebb lép... Kettőt. Ez igazán remek. Na jó! Aztán én következem... Hát persze léphetnék én is ott kettőt, meg utána még egyet, de most már így nem tudom... Tehát elpazarolja a két papot arra, hogy ott bármit tudjak csinálni. Mondjuk máshol meg nincs értelme elhasználni. Esetleg itt tudnék még 6 pontot szerezni. Ott kicsit rizikós, hogy kapok-e pontot. Hát ez a, ez a druida, ez nagyon tolta, úgyhogy az, az ott abszolút viszi. Az gyakorlatilag 4x, 4 x 16 pontot pluszval elvisz előlem. Na jó, de nem síránkozunk, hanem megépítünk még egy kunyhót, kettő kockáért, meg három pénzért, és akkor ezt ide helyezem. A, miért kapok itt kettő pontot? És emellett az van még, hogy szerintem most ez itt egy város, mert 2, négy az energia szintje, 5, 6 a kettő kunyhóval, és ugye ez a lapka most lehetővé teszi, hogy ez rögtön város legyen. Ezért itt el tudok venni egy ö, valamilyen lapkát. Jó, megpróbáljuk ezt azokok. Akkor még egy papot elveszek. Az 9 győzelmi pont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 győzelmi pont, meg egy pap. És akkor ezt berakom. Hmm, azt hiszem, melyik alá. Ő következik. A saját frakció akciót. Azt mondja, hogy a jelölés nélküliek, de már nem számít, igazából a B-nél hegyre akar építkezni. Hegyre nem fog tudni építkezni, ahogy nézem. Nem, nincs olyan, hogy szomszédos egy akkor sivatagra fog. Sivatagból van több is, ide is tudna építkezni, ide is tudna, ide is tudna. Tehát három sivatag is van, akkor megnézzük az irányt. Az irány azt mutatja, hogy balról a harmadikat, azt mondom, hogy egy, kettő, akkor ezt a sivatagot fogja választani. Na, az érdekes, mert hogy ilyen szempontból viszont uh, most feltölthetném 3-4-5 energiát, 4 üzenjponté 5 energiát. Tehát az 5 energiát hogy 4-et betolok ide, meg egyet ide, itt kettő lenne. Jó, de mindegy inkább nem. Tehát most a energiafeltöltést uh, nem csinálom meg, én következem. Azt, azt próbáltam hogy itt esetleg felépni kettőt. Egy, kettő. Jó, és akkor ő következik. Fejleszt. És akkor ezt fogja fejleszteni, mert hogyha tud, akkor mindig velem szomszédosan fejleszt uh, kereselmi állomást. Itt én megint használhatnék te feltöltést. Ha hát tudtam volna, <laughs> akkor lett, lett volna értelme, de így nem. Egy pontot kap pluszba értem. Jó. Én következem, és akkor ezt viszont betolom itt. Tehát azt jelenti, hogy ezt itt be tudom tolni. És ő már nem tud érni itt. Három feltöltést kapok. Ő következik. Elfoglalja a negyediket. Egy, kettő, három, negyediket elfoglalja, és kap egy győzelmi pontot pluszba. Oké. Okay. Uh, rendben, én jövök, és akkor ugye vagy tolhatnék valahol, már nincs sok értelme, akkor azt fogom csinálni, hogy a ásást felfejlesztem, mégpedig kell hozzá kettő kocka, öt pénz, és egy pap, és igazából csak a hadgyőzelmi pont miatt érdekes ez most, valójában. Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem hiszem, hogy már tudnék bármi mást ásni, vagy ilyesmi. Jó, ő következik, Na most rak le még egy papot. Ott, a legszorosabb, hát már nem sok jelentősége van ennek szerintem, de ide rak kettőért, egy, kettő. És kap még kettő győzelmi pontot, egy, kettő. Jó. Én lehet, hogy passzolni fogok. Lehet, hogy passzolni fogok. Ja, még tudok egy ilyet csinálni. És annak van értelme. Az utolsó építését nem tudom, megkaptam a kettőt. Valószínűleg megkaptam. Uh, szóval ezt még tudnék egy, egy keresedelmi állomást, de szerintem ennek semmi jelentősége nincs, az égvilága uh, Mondjuk még semmiféleképpen sem passzol, hogyha megcsinálatom végül is. Tehát mondjuk leveszek innen, és akkor és akkor És akkor ennek igazából megint nem volt sok értelme ennek a lapkának, mert hogy összejött így a hét uh, lapka így is, vagyis a hét energia egy városon belül. Na mindegy, lényegtelen. Uh, ő következik és akkor ő még épít, még pedig ezt fogja tovább építeni. Az A alapján azt mondja, hegyre tud -e építeni, tud. Itt tud hegyre építeni. Tehát akkor ide épít is egyet. Egy ilyet. És akkor megjelöljük, de már nincs jelentősége. És még kap egy győzelmi jó, uh, és akkor szerintem itt a vége nekem, nem tudok semmit se csinálni. Amit meg megcsinálok, hogy kettőt elégetek, kettőt ide helyezek, és a három uh, manáért kapok egy-egy pénzt, tehát összesen három pénzt. Ez gyakorlatilag egy győzelmi pontot ér, majd a játék végén ennyi volt a jelentősége, de ez uh, nem volt külön akció, tehát a passzolás az akcióm, és igazából nincs már jelentősége, mert nem fogunk. Uh, innen bónuszlapkát választani, tehát ez a része már teljesen mindegy. Nézzük meg, hogy ő passzol, vagy még valamit végrehajt. Még végrehajt, sőt, 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 fejleszt. Bár szerintem ennek se lesz már túl sok értelme, vagy, vagy, vagy hát jelentősége. Sok mindent fejleszthet. És akkor nézzük meg, hogy jobbról a harmadikat tudja fejleszteni. Minél kevesebb energiát adjon nekem, tehát egy, kettő, három, ezt fogja felfejleszteni. De hát nincs kereskedelmi állomása akkor nem ezt fejleszti. Aha, akkor viszont muszáj lesz neki, muszáj lesz neki belevenni ezeket is, akkor viszont egy, kettő, három, akkor ezt fejleszti. Templommal. És akkor most kapnék egyébként nagyon durva, három, négy, öt, hat energiát kaphatnék. Ö tehát még három pénz, de az el, el kinevezetene öt győzelmi pontot, nyilván nem éri meg, úgyhogy ennyi. De kap még ö, ilyen hármas lapkát, na most ezt nem, ezt nem, ebből a kettőből meg mindegy, hogy melyiket kapná, tehát jobbra a harmadikat, egy, kettő, három, ebből elviszi ezt a hármas, és akkor belépít, hogy egy, kettő, három, de ennek sincs jelentősége, se baj, és kap még egy győzelmi pontot ő jön még mindig, és most passzol. Kap itt 6 pontot erről a lapkáról, 1, 2, 3, 4, 5, 6. És akkor azt hiszem, hogy alapvetően ennyi. És akkor nézzük ezeket a játékvégi pontozókat. Én itt három pénzért kapok egy győzelmi pontot, aztán is le is lépem. És akkor most az az állás, hogy 64, 80, viszont mind a kettőnél Gyakorlatilag ő visz sokat, úgyhogy mindjárt meglátjuk, hogy, hogy mennyire lesz szoros a vége. Valószínűleg azért ennél szorosabb lesz jóval, mint ahogy ez most így látszik. Azt mondja, hogy egybefüggő épületek, na most neki van kettes hajózása is, tehát tulajdonképpen minden egyes települései elérhető, így neki van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nekem viszont ugye nem kötöttem össze, megcsináltam volna egyébként, hogy fejjel lépek a hajóval, de mindegy, hogy négyel vagy nyolccal maradok le. Tehát én a második helyzet vagyok. Az első helyzet kap 18 pontot. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A másik helyzet pedig kap 12 pontot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó. Nézzük a sávokat. Itt tulajdonképpen minden sáv esetében az első helyezett 8 pontot kap, a másik helyzet pedig 4 pontot kap, ami azt jelenti, hogy ő három helyen is, 1, 2, 3 helyen is ő vezet, tehát az 3x8, meg egyszer 4, tehát 3x8 az 24, meg még 4, 28 pontot kap, akkor visszalépek neki kettőt, és akkor kap 30 at azt jelenti, hogy 110 végezte a játékot, ha minden igaz. Én pedig kapok 3 x 4 az 12, meg 1x az 20. Azt mondja, hogy 90 meg 20 az 110. Tehát, ha minden igaz, akkor pont ugyanannyi pontunk van. Meg kell nézem, hogy mi a, mi a döntetlen. Eldöntő. Azt mondja a szabály, hogy ha döntetlen van, akkor több győztes van. Ezek szerint akkor most több győztes van. Uh, teljesen döntetlen lett. Uh, persze simán, simán, simán rengeteg hiba lehet játék közben úgyhogy egy-két pont ide vagy oda, egy-egy le nem lépett pont, vagy pluszba lelépett pont, pont dönthet annyit, hogy, hogy bármelyikünk nyerhetett. De igazából nem is fontos, mert én nagyon élveztem a játékot, és igazából azt hiszem, hogy most nekem ennyi elég bőven ahhoz, hogy sikeresnek érezzem a játsz. Már érdekes volt ez a druida, hogy lépegedett ott a sávon, és összességében is szerintem elég jó automa rendszer van itt. Hát egy csomó dolgot bénán csináltam. Kapás volt az első akcióm gyakorlatilag ásás fejlesztés volt, aztán nem is tudom, hogy ástam -e egyáltalán, azt szerintem ott elég elbaltáztam, helyett lehetett volna akár a hajózást tolni, vagy bármi más, igaz, hogy kevesebb pont lett volna, de, de másképpen fel lehetett volna használni akár a papot is ott a sávon. Na mindegy, ö, nem mentegetőzöm, nem vagyok igazán nagyon jó terramisztika játékos, és ö, ezt a fajt is először próbáltam, úgyhogy ebből most ennyit tudtam kihozni, de minden esetre nagyon élveztem, és bízom benne, hogy valamennyire követhető volt, amit csinálok. És ráadásul most veszem észre, hogy amikor várost alapítottam, akkor három-három kockát kaptam volna, ami olyan szempontból egyébként érdekes lehet, hogy még most is utólag is azt lehet mondani, hogy három kockával biztos tudtam volna hasznos dolgokat csinálni, de mondjuk, ha csak azt veszük, hogy beváltom három pénzre, mert erre lehetőség van, akkor az hat pénz, és hat pénzekből, hat pénzből kettő győzelmi pont járna, tehát akár kettő győzelmi ponttal több is lehetne emiatt, de természetesen valószínűleg sokkal hatékonyabban ki lehetett volna használni ezt a plusz hat kockát, ha egy kicsit figyelek. Továbbá biztos észrevettétek, hogy nem fa kell játszom, hanem műanyagokkal. Ez itt például a kezdőjátékos jelölő. És ezek ilyen 3D nyomtatott minik. A minikhu lehet ilyeneket kapni. Minden frakciószínben van egy-egy ilyen készlet. És nem csak a Terra Mystica-hoz lehet kapni ott ilyen miniket. Látogassatok el a weboldalukra, és nézzetek körbe. És nagyon szépen köszönöm nekik, hogy kipróbálhattam ezeket a miniket, és hogy ezzel vehettem fel ezt a játékot. Sziasztok! Örülök, hogy erre jártál, és megnézted ezt a videót. Ha érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, akkor megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod és feliratkozol a csatornára.